Magyarország egyik legkiemelkedőbb természetvédelmi csodájában vagyunk jelenleg itt Sóston, Székesfehérváron. Egy helyszínbejárás keretében fogjuk Önöket elkalauzolni abba az épületbe, amely majd a sérült madarakat fogja segíteni. Itt vagyunk ugyanis a jelenleg is épülő vadmadár gondozó kórháznál, illetve annak környezetében. Ezt fogjuk Önöknek megmutatni a mai esti mérlekben. Tartsanak velünk! Így fog kinézni az a vadmadár gondozó és környezete, amely méltóképpen a Sóstó természetvédelmi területen kap helyet. Már a szerkezetépítés befejező fázisa zajlik éppen. Várhatóan 2020. februárjában fejeződik be a teljes beruházás. Üvegfalú műtő és közösségi tér is lesz a helyszínen. A Vadmadár Kórház Fehérváron 23. évében tevékenykedik már, tehát azt gondolom, hogy meglehetősen sok tapasztalatunk, tudásunk, ismeretünk van arra, hogy hogyan is kell egy ilyen épületnek kinéznie. Ugyanúgy kell elképzelni, picit leegyszerűsítve, mint egy kórházat, amit mi magunk is ismerünk, ugyanazokat az ellátásokat, ugyanazokat a funkciókat kell biztosítani egy madárnak, mint egy embernek, vagy egy kutyának, macskának, ha éppen állatorvosi vonalról beszélünk. Hogyha például egy kicsit menjünk bele abba, ha sérült madarat találunk a helyszínen, a környéken, bárhol, akkor mi a teendő, tehát a civil embereknek mi az, ami ilyenkor először meg kell, hogy forduljon a fejébe? Hát arra, hogy segítsen, de pontosan azért jött létre a Vadmadár Kórház, mert az emberek segíteni akarnak, tehát ez azt gondolom, hogy rendben van. Amire mindig felhívjuk a figyelmet, az pedig az, hogy vigyázzanak magukra, hiszen vadon élő állatokról van szó, ezek csípnek, rúgnak, harapnak, karmolnak, betegségeket terjeszthetnek, tehát úgy kell megfogni őket, hogy mi magunk ne sérüljünk meg, ezt követően pedig fussunk a legelső Vadmadár Kórházba, ahol segítenek a madárnak, de bízzuk ezt a szakemberekre, bízzuk az orvosokra, és nem magunk próbáljuk megmenteni a madarat. Sajnos sokszor látunk olyat, hogy kap a madár egy pici algopirint, kap egy pici humán gyógyszert, nem szokott segíteni rajtuk. Ezt bízzuk az ilyen helyekre. Az elmúlt időszak legnagyobb székesfehérvári beruházása, a Sóstó rehabilitáció ezzel a fejlesztéssel az utolsó állomásához érkezett. Örömteli számunkra is, hogy ugye a Sóstó rekonstrukciós projekt utolsó szegmenseként úgymond megvalósul ez a Vadmadár Kórház. Ugye mi nagyon régóta együttműködünk a doktor úrral, már csak azért is ugye a Sóstón is nagyon gazdag az élővilág, a madárvilág, és sok esetben van olyan, hogy vagy kirándulók, vagy mi találunk sérült madarakat, és hát természetesen ezek egyből a Vadmadár Kórházba kerülnek, és akkor ott kapnak egy kis rehabilitációt, és akkor utána visszakerülnek a természetbe. Hosszú távon, hogyha itt lesz mellettünk a Tamás, közvetlenül még szorosabb lesz a kapcsolatunk, és akkor itt Sóston is el tudunk nagyon sok madarat engedni. Ugye az idei év az nagyon hasznos volt számunkra, ugye most fél évnél tartunk, Sóstó első olyan vegetációs éve a vizes élőhely rekonstrukció után, amin látjuk, tapasztaljuk, hogy melyik területrész, melyik élőhely típus hogy működik, és tényleg mondhatjuk a többi szervezettel közösen, akár nemzeti park, akár madártani egyesület, hogy a terület nagyon gazdag, nagyon jól sikerült ez a rekonstrukciós munka. Látjuk, hogy hol kell beavatkozni, esetleg látjuk, hogy mire van még szükség a területnek, viszont ezt az itteni élővilág ezt már most meghálálta nekünk, és az ide kirándulók is, ide látogatók az egész országból azt tapasztalhatják, hogy ez egy fantasztikus hely egy ilyen nagyváros környezetében. A Vadmadár Kórház új épülete, környezete mintegy 440 millió forintból épülhet meg. Hát igen, tudjuk, hogy a Sóstó milyen, mondjuk ki, rossz állapotban volt pár évvel ezelőtt, és legalább másfél-két évtized folyamatosan téma volt a városban. Nem csak a természetvédők, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok a természetet és a városát szerető fehérvári részéről is, hogy valamit tenni kéne, mert elpusztul a Sóstó, annak az a csodálatos élővilágával, madárvilágával együtt, ami tényleg különlegessé teszi ezt a helyet. És szerencsére, amikor megszületett a döntés, hogy
rehabilitációja történjen meg a stadionnak és környezetének, akkor rá tudtuk venni az államot, nem volt szerencsére nehéz, de ebben abszolút támogató volt, hogy a környezetét is tegyük rendbe, és mentsük meg a Sóstót, és igenis bizonyítsuk be, hogy egy-egy nagy beruházás mellett oda lehet figyelni annak természeti környezetére, azzal is lehet foglalkozni, és lehet az élővilágnak egy olyan fantasztikus környezetet megmenteni és biztosítani, ami közben különlegessé teszi ezt azáltal is, hogy a városon belül van. Ugye 218 hektár a Sóstó, az önmagában is egy nagyon nagy terület. Nem véletlenül, hogy a hosszú sétatéren jövünk, hiszen elődeink már ezt szépen kitalálták, hogy egy hosszú sétával ki lehet érni a városon belül ebbe a csodálatos természeti környezetbe, de azt is tudjuk, hogy ennek van egy csodálatos madárvilága. Itt a szakemberek folyamatosan mondják, hogy ez még különlegesebb lett, mint a felújítás rehabilitációs tevékenység megkezdése előtt. Ennek azt gondolom, nagyon örülünk, de itt az első pillanattól kezdve téma volt, hogy akkor ezzel a madárvilággal foglalkozzunk, és adta magát, hogy Berkényi főorvos úr, akinek a tevékenysége azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokak által ismert a városban, igazi missziót folytat. Szerintem sokan vagyunk szülőként, akik tapasztaltuk, hogy milyen az, amikor a gyermekünk hazajött az óvodából, és elmondta, hogy a főorvos úr ott járt, és vitte a madarakat, és milyen fantasztikus dolgokat hallottak tőle. És ezért jött az ötlet, hogy ha már ehhez van lehetőség, akkor nézzük meg, hogy mi lenne, ha lenne egy vadmadár gondozó. Így indult el az a gondolkodás, aminek a nyomán most itt már egy építkezésen vagyunk, és aztán pedig Mészáros Attila jelezte, hogy ha már építünk, akkor építsünk mellé egy közösségi teret az alsóvárosiaknak. Ez egy 440 millió forintos bruttó bekerülési összegű építkezés rész, ez a tartalékkerettel együtt, eszközparkkal együtt értendő, és ez is teljes egészében állami forrásból a Sóstor rehabilitációs keret terhére tud megvalósulni, és én bízom benne, hogy tényleg egy kuriózum lesz, egy különlegesség lesz, egy kis természetvédelmi misszió lesz az a tevékenység, amit itt folytatunk, és szerintem fantasztikus lehetőség, hogy ez együtt van a Sóstóval, és sok más mellett én különösen szeretném, hogyha a jövőben Fehérváron már kisebb és nagyobb gyermek és fiatal nem nőne föl úgy, hogy szakmai tantervki keretek között ne járna itt és a Sóston, és ne nevelnénk beléjük a természet szeretetét és a tiszteletet, amit tanúsítanunk kell az állatvilág, azon belül a madárvilág vonatkozásában. Az összesen 5 kórtermes épületben 20 madár egyedi és 10 sérült csoportos elhelyezésére lesz majd lehetőség. A helyszín különlegessége, hogy bárki betérhet majd, és akár a műtőben folyó munkába is bepillantást nyerhetünk. Egy több évtizedes álma vált valóra a székesfehérváriaknak, hogy a Sóstó természetvédelmi területet meg tudtuk újítani. 2013-as kormánydöntés után a tervezés előkészítés szakaszait követően pedig 2016-17-ben tudtuk fizikailag is megkezdeni Sóstó megmentését, amelynek leginkább az északi tó és annak környékén voltak látványos elemei a mederkotrással, a vízutánpótlás megoldásával, a tanúsvény körbejárhatóságával, az északi tó körbejárhatóságával, a megújuló táblákkal, az interaktív játszóeszközökkel, a közösségi tér kialakításával, az új játszótérrel, fitnessparkkal. Én azt gondolom, hogy valóban egy csoda jött létre, hogy nagyon-nagyon sok környezetvédelmi és természetvédelmi szakember fogalmazott már az elmúlt hetekben, hónapokban, és azt gondolom, hogy az a több tízezer ember, aki pedig az elmúlt egy évben a megújítás óta kint járt, azok pedig jelenlétükkel is igazolják, hogy nagyon fontos volt ennek a fejlesztésnek a megvalósítása, amelyhez még a végéhez nem értünk, hiszen még 2 dolog hátra van. Az egyik, ahol most vagyunk, a keleti kapu mellett egy nagyon szép komplexum fog létrejönni reményeink szerint 2020 februárjának végére, amikor is a határideje van a kivitelezőnek, hiszen itt egy vadmadár gondozó és bemutató épület jön létre. Mellette pedig egy új közösségi tér. Berkényi doktor úr több évtizede végzi azt a nagyon fontos és egyedi munkát, amely tekintetében a vadmadarakat óvja, védi, gondozza és ápolja. Elég most a körülmények között végzi ezt a nagyon fontos és népszerű munkáját. Itt ezért is örülünk, hogy a kormány meghallgatta kérésünket, és a Sóstók projekt keretében egy vadmadár gondozó épületet létre tudunk hozni, látványműtővel,
kórtermekkel, minden olyan felszerelés, ami szükséges lesz majd a vadmadarak gyógyításához. Orvostechnológiai eszközök, mobíliák és minden dolgot be tudunk majd a projekt keretében szerezni. Az épület mögött 5 röpde lesz majd azoknak a madaraknak, akik gyógyulófélben vannak, és azoknak is, akik hát sajnos már olyan állapotban vannak, hogy nem tudnak a természetbe visszamenni, és folyamatos ápolásra szorulnak, úgyhogy mindenféle madarat el fognak itt látni doktor úrék, és mindezt a nagy közönség előtt is tudják tenni, hiszen folyamatosan látogatható lesz majd ez a központ, illetve mellette létrejön egy 80 négyzetméteres új közösségi ház, amely Alsóváros, Sóstó, Őrhalmi, Szőlők tekintetében egy nagyon régi igény az itt élőknek, hiszen nem volt korábban egy ilyen terület, ahol az itt élők össze tudtak volna bármilyen programra jönni, úgyhogy ez is meg lesz majd 2020 februárjára. Itt szeretnénk majd állandó programszervezővel folyamatos programokat kínálni az itt élőknek, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ők is hamar belakják majd. És hát természetesen teljes környezete meg fog újulni, hiszen egy teljes parképítés sem fog átmenni a területen. Egy mobil színpad kialakításával, kültéri programokra is abszolút alkalmas lesz majd a terület. Játszótér ismét lesz itt Sóstó keleti kapujánál, és hát természetesen például kérésemre egy nagyon szép fenyőfa is fog állni majd a tér közepén, hiszen szeretném, hogyha a városrészi közös karácsony az például itt lenne majd közösen az itt élőkkel, úgyhogy igyekszünk minden olyan igényre választ találni, ami az elmúlt években az itt élőknél felmerült, és hát bízom benne, hogy nagyon-nagyon sokan fogják majd látogatni a vadmadár gondozó épületet, és természetesen az itt élők pedig a közösségi házat. A tervezett madárparkban az élethosszig gondozásra kényszerülő madarak is helyet kapnak, ahogy lehetőség lesz a veszélyeztetett fajok tovább tenyésztésére, illetve a gyerekek és felnőttek természetvédelmi, természetismereti oktatására is. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, én bízom benne, hogy érdekes volt ma is a műsor az önök számára. Vigyázzanak a környezetükre, a növény- és állatvilágra. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!